A veszélyhelyzetben, amely mindenkit érint, egy színházi társulat számára is óriási kihívások jelentkeznek. Egyébként sem mindig könnyű az élet, de vajon hogyan reagál a soroksári Fedáksári színtársulat erre a mostani állapotra? Kedves Krisztián, mit csináltok, milyen az élet, feje tetejére állt nálatok is, igaz-e? Hát igen, és szép jó napot kívánok minden kedves nézőnek. Hát teljesen a feje tetejére állt a világ, mert az előadásokat ugye le kellett mondanunk, a próbákat is félbe kellett szakítani, úgyhogy már készültünk a jövő évi bemutatókra. Közben itt még bemutattunk volna egy darabot a színházba, ez is elmaradt, és számtalan koncert is, köztük a Geyer Bálint koncert, Péter Stramek koncert, amiket elég nehéz volt utólag ugye visszamondani, mert ennek ugye költségei voltak, illetve hogy a nézőknek se tudunk még biztosat mondani, hogy mikor tudjuk a jegyeket majd visszafizetni, mert ugye elméletileg úgy működnek a színházak, hogyha ki vannak írva ugye a következő időpontok, amikor az előadásokat le tudjuk játszani, akkor a néző dönti el, hogy arra eljön-e ugyanazzal a jeggyel, vagy visszakéri egynek az árát. Ugye az, akik a színházban dolgoznak, ők még bejárnak, tehát itt tevékenykedünk bent folyamatosan, készülünk a zárlat feloldására, viszont a színészeket és a zenekari tagokat ugye haza kellett küldenünk, és most éppen otthon vannak, és nem tudják, hogy mi lesz a jövőben, mikor tudunk újra kezdeni, és ugye a legfontosabb az, hogy a színészeknek, illetve a zenekarnak ugye ebben az időben nem tud fizetést szolgáltatni a színház, mert hogy nem tud játszani. Jó néhányan vannak a különböző művészeti ágakban, akik a kényszerű helyzetben, amikor hibernálni kell a napi tevékenységet, akkor megjelennek valahol online platformokon, olvasnak, énekelnek, mozognak, táncolnak. Nálatok mi a helyzet? Hát mi is készítünk különböző felvételeket, mármint így adásokat, inkább azt mondanám online, ugye az előadásokból, mint részletek, illetve beszoktuk hívni egyesével a színészeket, vagy éppen vendégművészeket, és itt bent egy kis interjúztatás folyik, hogy mégis ugye fönntartsuk a színházias hangulatot online is, tehát ezzel is próbálunk kifelé is segíteni az embereknek azt, hogy elfoglalják otthon magukat, mégis többet megtudjanak a színházban dolgozókról, illetve zenészekről, hogy hogyan is zajlik itt bent az élet. Próbálunk kisebb zenekarokat összeállítani 2-3 fővel, akikkel ugyanilyen felvételeket készítünk, amit itt bent megvágunk, és akkor online bocsájtjuk a Facebookon, vagy a YouTube-on, és egyéb ilyen média helyeken tesszük ezt közzé. Így próbáljuk megoldani ezt a hangulatot. Most azon próbálkozunk éppen, hogy tudunk egy teljes előadást leadni, mert ugye a színházaknak eredetileg ugye nem lehet felvenni az előadásokat, mert annak ugye jogdíjai vannak, viszont belső használat, tehát munkaanyagként ezeket fel tudtuk venni annó, csak ugye az nem olyan minőségű, mert hogy arra, hogy mi megnéztük, hogy mit kell kijavítani a következő előadásra, vagy éppen a bemutató miatt egy főpróbát felvettünk, azt nehezebb leadni, mert nem biztos, hogy ugyanúgy fogja élvezni a néző, hogyha egy bizonyos szemszögből veszi ugye a kamera ezt az előadást, de próbáljuk megoldani. Ugye a világháló, a közösségi platformok lehetővé teszik, hogy a Globuson bárhol lássák ezeket a felvételeket, ezeket a programokat, amiket ajánlotok. De hát azért ti mégis ugye Soroksári társulat vagytok, a Fedáksári társulat. Hol láthatók azok, amiket közzétettek? Hát a YouTube-on mindenféleképpen, tehát az egyből felkerülnek, illetve a Facebook oldalunkon, tehát a Fedáksári Színháznak a Facebook oldalán, és oda is van írva most már mellé, hogy Soroksár, tehát hogy ne keverjék össze, hogyha nézik a címet a belső hősök terével, mert ez rendszeres. Tehát itt tesszük közé premierként, illetve élő, úgymond élő adásként, hogy előre lássák, mert úgy be lehet állítani időpontot, hogy mikor kerüljen az adásba, és akkor már föl tudnak készülni rá az emberek. De most a technikusok még dolgoznak, hogy egyéb helyeken is meg tudjanak ezek jelenni. Hát reméljük, hogy sokan nézik. Azt néztük, hogy elég nagy a nézettsége ezeknek a kis videó részleteknek.
illetve interjúztatásoknak, és próbálkozunk mindig újat kitalálni. Most éppen az egyik zenekari tag, a jazz szeretnék kicsit kiemelni, és hogy jövőre egy pár ilyen koncert legyen, és ezeket készítjük most elő éppen ilyen felvételekre. Ezek szerint tehát akkor zajlik az élet azért a színfalak mögött, hogy stílszerűen fogalmazzak, és készültök a jövő esztendőre, a jövő évadra, ami remélhetőleg már egészségben és mindenfajta ilyen típusú veszélyhelyzet nélkül zajlik majd. Mi az, ami a tarsajotokban van? Hát már körvonalazódott a következő évadnak a bemutatóinak a sora, illetve az előadásoknak a rendje. Be fogjuk mutatni az Illatszertár című prózai vígjátékot, illetve a Kaktuszvirága című zenés vígjátékot, illetve Lehár Ferenc egyik nagy operettjét, a Mosolyországát, és Huszka Jenő Bob Herceg című kis operettjét. Nagyon nehéz lesz szerintem becsábítani újra a nézőket, hiszen megszokják, hogy otthon vannak, de próbáljuk ezzel a négy bemutatóval, illetve a régebbi daraboknak a felújításával becsalogatni őket jövőre is a színházba, mármint hogy a következő évadban. Reméljük, hogy sikerülni fog és tetszeni fog a munkánk. Egy kis felújítást végzünk majd a nyár alatt a darabokban, kicsit modernizáljuk őket, úgyhogy reméljük, hogy ezzel is felkeltjük majd az érdeklődést. Köszönjük szépen, minden jót továbbra is! Köszönöm szépen! Önöknek is, nektek is!